az a fajta szellemiség, amit a Beáta csak képviselt 30 évig, az még mindig él, az még mindig van. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Szóval ez egy óriási jó dolog. Tudom, hogy az ember a szeretettel találkozik, akkor jó van, jövök, de pálinkát inkább! Szóval jó dolog ez nagyon, hát hogy mondjam, meg nagyon sokat megyünk a nyáron, nagyon sokat játszani. Te is azt gondoltad róla, nekem elég az, ha néha megkaphatsz. És hogy mi Nagy Feró kedvenc mondása, ami az élet felfogásának is mottója. Az ember néha belebotlik az igazságba, aztán feltápászkodik és tovább megy. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember szembe találkozik az igazsággal, akkor a földre majd álljon fel, mert az biztos le fogja ütni őt. És én úgy gondolom, hogy ezeknek a zenekaroknak most, akik elindultak, vagy akik indulnak most, ha sikerül minél előbb konszolidálódniuk, akkor lehetnek még meg a sztárok is. Ha nem, akkor így fognak kínlódni 20-30 évig, megöregszenek, mint én, ellenben nyugodt szívvel néznek a kamerában, nyugodt szívvel beszélnek a mikrofonokban. Úgy gondolom, hogy én mindent elkövettem, hogy ez a világ jobb legyen, mert azért az embernek a feladata az, hogy a világot jobbítsa. Ja, hogy a világ nem hagyta magát, hát nem a világ, hát ne foglalkozunk vele. Akkor menjünk és rekedről. Ezt a dolgot levél helyet írtam, elhagyott magányozva jó. És a 30 év alatt természetesen a Beatrice életében is voltak olyan esetek, amikor mélyre zuhantak a rózsaszín felhők közül. Akkor bevittek a rendőrségre, amikor a zenekart tulajdonképpen lehetetlenítették, hogy dolgozzon, kitiltották minden megyéből, tehát a megyékben nem mehetett, Pest megyét nem hagyhattuk el, de ott sem játszhattunk, de nem hagyhattuk el. Hát persze voltunk, amikor én is arra gondoltam, hogy most aztán most mi lesz velünk, tehát egyáltalán érdemes-e folytatni azt, hogy mi zenekar vagyunk. Érdemes-e mondani azt, hogy én egy, vagy mi egy zenekar vagyunk. De úgy gondolom, hogy ezeket felül kell emelkedni. Az egyik nap még megrántod a vállad, aztán a másik nap pedig kicsit szomorkodsz, harmadik nap sírsz egyet, negyedik nap pedig összeszorítod a fogadat, és azt mondod, hogy a rendbe csak azért is, akkor is azért is, Beatrice. Mondjad, hogy fokhagymás, jó tejfölös. Nagy Feróék még mindig mennek tovább, még mindig nincs vége annak a szellemiségnek, amit ők képviselnek. Szeretnénk, hogy a ősszel megjelenne egy új nagylemezünk, szeretnénk két videóklipet gyártani, hogy minek azt nem tudom, mert hát kimutatja be, nem nagyon tudok róla, aki videóklipeket játszana le, de azért ezeket úgy szeretnénk, ha más nem az utókornak, hogy megmaradjon. Jó lenne, hogyha télen is meg lehetne élni ebből a zenéből, nem csak nyáron. Én mellette rádiózom, tévézek, de sok mindent csinálok még mellette, de a többieknek azért elég nehéz a dolguk. Mert mindenki más is csinál ebben a zenekarban, mint az, hogy csak zenél. De nyáron szinte csak zenél. Ez volt a Képtár, várom önöket legközelebb is, viszontlátásra!